Sok szeretettel köszöntjük a Régió Plus televízió nézőit. Ismét Gödöllőről, a Szent István Egyetem tornacsarnokából jelentkezünk, ahol a Gödöllői Röplabda Klub csapata az SVS Post Svehát csapatát fogadja a Közép-Európa Liga soron következő fordulójában. Ez egyébként már a második kör első fordulója, hiszen a Sveháttal idegenben már összecsapott a gödöllői csapat. Ott egy 3-1-es sveháti győzelem született, és hát el kell, hogy mondjam még így az elején, hogy a sveháti csapat jelenleg vezeti a tabellát. Így vérmes reményeink azért nem lehetnek, de természetesen nem adjuk fel, és megpróbáljuk a pontszerzést. Nehogy Isten megverni a vendégeket. A vendégeknél egyébként 7-es számmal látható jobb oldalról a harmadik a sorban Sándor Renáta, aki a magyar válogatott oszlopos tagja, és az idéntől erősíti az SVS Post Svehát csapatát. A mérkőzés előtt a helyi műsorközlő azt közli a megjelentekkel, hogy a Tevagödöllői Röplabda Klub kapta Pest megye legjobb csapatának díját, amit Ludwig Zsolt és Széles Petra, a csapatkapitány vettek át a megyeházán ünnepélyes keretek között. A két csapat köszönti egymást, és hamarosan kezdetét veheti a mérkőzés. A gödöllőieknél nincsen sérülés, mindenki csatasorban, viszont a vendégeknél nincsen libero játékos. Vélhetően sérülés miatt nem tudott elutazni csapatával ide Gödöllőre. A mérkőzés játékvezetői ezúttal Szlovákiából érkeztek, Dusan Dovicsovics és Zdenka Fatrlda. Hát igen, ezek a szláv nevek, a sok mással hangzóval gyakran kifognak rajtam, és a két vonalbíró Katona Ágnes és Halász Enikő. Némi egyeztetés és készfogások után már is jöhetnek a főszereplők, azaz a két csapat. És jöhetnek a hazai hősök, Krigel Éva egyessel fogja irányítani a csapatát. Őt követi Molnár Német Zsuzsanna négyessel, Hakl Szilvia kezd ismét centerben 6-os számmal, 11-essel Szakmári Gréti, majd érkezik 13-assal a csapatkapitány Széles Petra, 14-essel Csengeri Petra, és a csapat liberója sárgában Lékó Lilla. Ludwig Zsolt és Szalai Attila a kispadon, ők fogják kívülről dirigálni a társaságot. Ezúttal is nincs tehát változás. A vendégek kezdő csapata 1-essel Jelena Inics, 7-essel pedig a magyar Sándor Renáta, 8-assal Stania Maletic, 9-essel Nikola Radosová, 14-essel Alexandra Milosavijevic, 17-essel pedig Elena Simic. És nincsen liberója a csapatnak, ezt talán ki lehet használni. Meglátjuk, hogy ez mennyire fogja hátráltatni az osztrák együttest, akik 10 mérkőzés után 9 győzelem és mindösszesen egy vereséggel a tabella élén állnak. Őket követi, igaz csak 9 mérkőzéssel a háta mögött a Slavia, UK Bratislava 7-2-es győzelem-vereség mutatóval, majd a Kamnik csapata, akik már 10 mérkőzést játszottak, 3 vereséggel állnak jelenleg a harmadik helyen, ők látogatnak hozzánk a következő fordulóban. És Krigel Éva kezdheti meg a mérkőzést. Na, hajrá lányok, hajrá Gödöllő! Krigel kezdi tehát. Az első pont pedig a vendégekért, a blokkról megpattanó labda pályán kívülre pattan, nem tudtuk visszahozni.
a labdákkal van egy kis probléma. Megjegyzem, hogy a gödöllői röplabdaklub kezdő csoportjának tagjai szedik a labdákat, akik itt debütálnak ezen a mérkőzésen. Hát reméljük, hogy minden rendbe fog menni, egyelőre nem indult zökkenőmentesen a dolog, de elkezdhetik a labdamenetet a vendégek. Csengeri ütése a hálóba köt ki, 2-0-ra elhúz a Svehát mindjárt az elején. Nem szabad őket elengedni, hiszen akkor kevesebb esélyünk marad a végjátékra. Német Lékó és Csengeri a három fogadó. Na, csak összejön az a labda. Jól van. Lékó fogad. Kriegel német egyejtéssel próbálkozik, lefülelik. A visszatámadás leesik. 3-0. Egyelőre nem tud pontot szerezni a gödöllői csapat. Megvan a labda, ezúttal viszonylag hamar sikerült. Lékó fogadása. Ismét egy ejtéssel próbálkozunk. Ajjaj, 4-0. Nem kezd jól. A gödöllői csapat érzi is ezt, Ludwig Zsolt, aki már is kikéri az első idejét a mérkőzésen, és ezt 4 labdamenet után meg kell, hogy tegye. Picit fel kell rázni a lányokat, reméljük sikerül, és el tudjuk kezdeni a gödöllői pontok gyártását. A nagyon agresszív osztrák blokkra hívhatja fel Ludwig Zsolt a figyelmet. Reméljük, hogy túljárunk majd az eszükön. A vendégeknél nyugalom, honol. A csapat edzője egyébként egy szlovák kisasszony, Szuzana, hát Tlistovicsová. Megígérem, hogy utoljára mondom ki ezt a nevet. A teljes nevet, a Szuzana-ba maradjunk, azt talán meg tudjuk jegyezni, és Csengeri Petra, ezt a nevet is szeretném nagyon sokszor mondani a szlovák edző nevével ellentétben. Csengeri megszerzi az első pontját, és ezzel a gödöllői első egység is felkerül a táblára. Német Zsuzsi nyitását követően középen támadnak vissza viszonylag könnyedén, Hakl Szilvi felett mellett. 5-1-re vezet ezzel a poszt Svehát. Akik, valószínűleg ezt többször el fogom mondani, abszolút esélyesei az idei kiírásnak. És a végső győzelemre minden reményük megvan. Lékó Lilla rontotta el ezt a nyitásfogadást. 6-1 most már a különbség. Reméljük nem így fog folytatódni ez a találkozó, mert akkor nagyon hamar véget ér majd. Szakmári fölpattan szerencsésen az osztrákokról. Kriegelévi ismét Szakmárinak, ez is megpattan. Vissza tudnak belőle támadni. Nézzük, hogyan lepörgeti Kriegelévi elé. Megszerzik a 7. pontjukat. Egyelőre meglehetősen enerváltan, nehézkesen mozognak a hazai játékosok. A vendégek pedig viszonylag könnyedén szerzik a pontjaikat. Egy jó fogadás után jöhet Csengeri. Na, egyelőre Csengeri Petrában bízhatunk, aki most már 2 pontnál jár. Reméljük így folytatja ezt. Hakl Szilvi. A nyitása kellemetlenül érkezik. Ez a labda pedig még kellemetlenebbül jött vissza a gödöllői térfélre. Egyelőre 10 labdamenet után mindösszesen 2 pontot sikerült szerezni a hazai csapatnak. 8-2-re vezet a poszt Svehát együttese. Ludwig Zsolt most már egy picit határozottabban utasítja a lányokat.
reméljük, hogy hatásos lesz, hiszen jó lenne, hogyha nem ekkora különbséggel folytatódna a mérkőzés, és nem nőne, hanem inkább csökkenne. Nagyon szigorú a játékvezető tekintete, egyelőre könnyű dolga van. Jó lenne megnehezíteni nem csak az ő, hanem elsősorban a vendégek dolgát. Na nézzük, hogy hogyan sikerül folytatni. Csengeri fogja, széles első támadása, nem ér hozzá a blokk, a hálón pattant meg a labda. Nem ért hozzá osztrák játékos. Így megszületik a 9. svehát pont. Valamit elő kellene húzni a tarsolyból. Lékó fogadása. Csengeri! Ezúttal betakarják. Nem? Hát erről lemaradtam. Vélhetően hálóérintést fújhatott a játékvezető. Minden esetre Csengeri nyithat. Sándor Renátát nyitotta. Lékó fölszedi Csengeri hátulról. Megfogják Sándor. Ezúttal mezőnyben jeleskedik Reni. Ez is megvan. Csengeri helyett Szakmári, most kellene egy okos pont. Out, igen! Nagyon szépen lepörgette Gréti. Egy hosszú labdamenet után gödöllői pont. Az ébredezés jelei látszódnak a gödöllői csapaton. Reméljük, hogy ez így is marad, és valóban sikerül felébrednünk teljesen. Csak el ne roncsuk ezt a szervát. Gréti vissza, sáncolja, potyalabda, most ebből lehet támadást szervezni. Kriegel széles, jó ismét a sveháti blokk, Sándor Renáta, elrontja! 9-5. Elrontja a tavalyi magyar bajnok, Vasas játékosa, aki, mint mondtam, idéntől légióskodik svehátban, svehát együttesében. Csengeri most már a harmadik nyitása Csengeri Petrának, ezúttal jó a blokk is, és már is 3 pontra zárkózunk föl. Na így már mérkőzésnek nevezhető, azonnal ki is kéri idejét Susanna. Egy picit megrázta magát a gödöllői csapat, és már is pontokat értek az akciók. De a vendégek nem akarják, hogy lendületbe jöjjön a Teva GRC csapata. Halász Enikő figyeli a rábízott vonalat. Szóval megpróbálják ezt a kezdeti lendületet megtörni a vendégek egy időkéréssel. Egyelőre mindkét edző egy-egy timeoutot használt fel. Jónak tűnik a nyitás, és hát sajnos kipattant, olyan gyorsan pattogott a labda egyik kézről a másikra, majdhogy nem kontrollálatlanul, hogy a végén Gréti kezéről szélesen érkezett a labda. Így nyithatnak a vendégek. Az akcióba hiba csúszik, a védekezésbe szintúgy. Az időkérés után gyors 2 ponttal reagálnak a vendégek. Körülbelül egyidős a két csapat egyébként, közben az életkorokat böngészem itt a listámban. Ez egy viszonylag rossz labda volt, Széles Petra nem is tudta megoldani, a blokk nem ért hozzá. Szóval a pályán lévő vendég játékosokból csupán 2 jelentősen idősebb játékos van, miközben egy szép gödöllői pontot láthatunk.
két 79-es születésű, a 14-es és a 17-es számmal játszó Alexandra és Elena. Engedjék meg, hogy csak a vezetéknevüket mondjam, keresztnevüket, bocsánat. Közben egy ász! Szóval ők egy kicsit kilógnak, de a többiek inkább egyidősek. Fiatal csapatról van tehát szó. És ismét elakad egy picit a labda. Reméljük ez nem zökkenti ki a ritmusból Grétit. Szépen Sándor René kapja vissza. Hát sajnos szép volt. Reméljük, hogy majd a magyar válogatott színeiben is ilyen szép támadásokat láthatunk tőle. Ezúttal nem örülünk annak, hogy ez egy jó ütés volt. Hiszen egy újabb svehát egység a táblán. 13-8 ezzel Sándor Renáta szervá. Németh Zsuzsi betakarják. Csengeri fogja kapni, aki szintén blokkra üti. Hozzáért a hálóhoz az egyik blokkoló játékos. Nem értik igazából a vendégek, hogy ki lehetett az, de hát higgyünk a játékvezetőnek, nem is tehetünk mást. Széles Petra forog hátra, és próbálkozhat. A nyitása nem rossz. A labda viszont elpattan sajnos Németh Zsuzsiról, pedig ott volt szépen. Egy picit hiányzott csak. 14-9, 5 pont a különbség. Háromnál nem tudtunk közelebb jönni. 9-6-nál volt egy kicsit szorosabb az állás. Németh elüti keresztbe. Ez viszont egy jó sánc. Nem. Széles. Sajnos autra pattant. Pedig jónak tűnt. 15-9, 1 pontra 16-os technikai időtől a vendégek. Nekünk pedig mindösszesen 9 pontunk van. Egy ejtés. Ezt még vissza lehet hozni, de hát ebből könnyen tudnak visszajönni az osztrákok. Meg előre szépen védekezünk. Hátulról próbálkoznak elpattan. Ej, sajnos ez az érintés. Kettős. Így 16-9-es megnyugtató előnnyel térhet pihenőre az SVS Post Svehát csapata. Nekünk pedig egyre inkább elúszni látszik ez az első játszma. Tény, hogy a svehátiak jobbak, idegen légiósokkal is rendelkeznek, jobbak a körülményeik, és valószínűleg ez a papírforma, de azért játékban egy picit alulmúlja saját magát a gödöllői csapat, és lehetne szorosabbá tenni ezt a mérkőzést. Reméljük, hogy a játszma hátralévő részében megpróbáljuk ezt a 7 pontos differenciát egy picit szűkíteni, de legalábbis nem engedni, hogy ez megnőjön. A mérkőzésen sajnos ezúttal sincs teltház, bárcsak egyszer teltházról adhatnék jelentést. És a szigorú játékvezető útjára indítja a labdát. 16-9-nél szervának az osztrákok. Csengeri hátulról kiüti. Jó elképzelés volt, szépen érkezett Petra lendületesen, a képen pedig Sándor Renáta, aki egyelőre a győztes oldalon áll. Így biztos, hogy lesz magyar győztese a mai találkozónak. Hát persze jobban örülnénk, ha gödöllői győztese is lenne. Egy nagyon szűk labda oda középre.
És érkezik is Luther Liza Kriegel-Évi helyett. Itt tehát új irányítót kap a gödöllői csapat. Nézzük, milyen variációt húz elő. A zsebéből Liza. Akkor Szilvivel próbálkozott. Most pedig Németh Zsuzsi, egy kőkemény ütés. Hát bizony, ilyeneket szeretnénk látni. Ezzel megvan a 10. pont. Na, legalább a kritikus 10-est elértük. Azért 10 alatt maradni az... az nem egy dicsőség röplabda mérkőzésen. Könnyű labda jön vissza, ebből vissza lehet jól támadni. Csengeri... átcsorog a labda. Németh Zsuzsi takarják egyelőre. Szakmári, őt is sáncolják. Az érintés jó, Csengeri elüti. Kár érte, egy kicsit higgadtabban kellett volna reagálnia Petrának. Akkor talán megvan ez a pont. 19-10. A második idejét is kikéri Ludwig. És talán pont a higgadtságra hívja fel a játékosai figyelmét, hiszen nyerünk hosszú labdameneteket, tehát bennünk van a potenciál, de tény, hogy sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy gödöllői ponttal záruljon a labdamenet. Nem úgy a vendégeknek, akik viszonylag könnyedén szerzik a saját pontjaikat. És hát fizikálisan is. Ránézésre is egy picit masszívabb társaság. Na nézzük. Luther Csengeri. Ezúttal kipattan a blokkról. Csengeri nem üt valami jó százalékkal. Pedig körülbelül 10 labdát kaphatott, nem számoltam pontosan, és talán 3 vagy 4 pontot szerzett, és rontott is 2-t biztosan. Húsz-tizenegyről folytatjuk. Léko fogadása után Luther, Hakl Szilvi, na így kell ezt valahogy csinálni, lányok, ez az. Ez szép volt, fiatalos volt, lendületes. Ezt tudja a gödöllői csapat, ezeket kellene minél többször. Aztán jön a szerva. Hakl jól csinálja. Elügyetlenkedjük, jaj de kár érte. Egy 12-re vezet a Svehát, amikor jelen áll Inic. Szerválhat. Kiszorított helyzetből, de megoldja. Ezt nagyon könnyedén fogják. Sándor Renáta élesen leüti. Németh. Csengeri. Na most kell egy higgadt megoldás. Igen, valami hasonló. Már is bajban vannak a vendégek. Luther! Megfogják. Gréti próbálkozását. Ez is megvan. Ismét Csengeri. Vagy bocsánat. Szakmári. És most jöhet Németh Zsuzsi hátulról. Megpattintja a blokkról. Ezt is megfogják az osztrákok. Ki fogja befejezni? Sándor Reni fejezi be. 3-4-szer is tudott támadni a gödöllői csapat. Ugyanúgy, ahogy az osztrákok, a végén az íra a pontot Sándor Renáta tette fel legnagyobb bánatunkra. Ezzel 10 pontra növelte a különbséget a két csapat között. 22-12.
közeledik. Tehát az első játszma vége, és még mindig Jelena Inić, és marad is ő. Érkezik Gödöllői oldalon Krieger Zsófi. Szakmári Gréti helyére. Na nézzük, én odaadnám a labdát neki azonnal Liza helyében. Liza nem teszi ezt. Széles Petra viszont meghálálja a bizalmat és pontra váltja az akciót. Csengeri érkezhet szerválni. Liza helyett érkezik vissza Kriegelévi. Csengeri szervája. Nem jut el a feladóig. Kriegel, és ponttal fejezi be. A Kriegel tengely összeállt. Évi után Zsófi ért a labdához. Majd a labda leesett a vendég térférre. 23-14. Beloptuk magunkat 10 pont alá. Egy jó center támadás után viszont játszmalabdához jutnak a vendégek. Akkor, amikor a gödöllői csapatnak mindösszesen 14 pontja van. És az első játszmalabdájukat egyelőre még nem sikerül megcsinálniuk, így 25-14-re a Svehát nyeri az első játszmát mindösszesen 24 perc játék után. Sajnos nagyon rosszul kezdtünk, 8-2-vel érkeztünk az első technikai időhöz. Ez a kezdés, ez megnehezítette a lányok dolgát. 8-2 után igaz felzárkoztunk 9-6-ra is, tehát 3 pont is volt a különbség, de ezt követően ismét több osztrák pont esett, mint a magyar. A képernyőn is láthatják, hogy december 14-én pénteken 18 órakor látható majd a következő mérkőzés a Szent István Egyetem sportcsarnokában. Várunk mindenkit szeretettel, jöjjenek és buzdítsák szurkolásukkal a lányokat élőben itt a helyszínen, hiszen nagyon sokat számít ez. A vendégek kezdhetik a második játszmát. 1-0-ra vezet tehát a Svehát itt Gödöllőn. Reméljük, hogy azt az egy szettet, amit idegenben is sikerült, azt sikerül otthon is megszerezni. Kísértetiesen kezdődik. Kísértetiesen hasonlóan kezdődik. A második játszma, mint az első, Csengeri Betrát blokkolják. Fogadása jó. Németh Zsuzsit is blokkolják. Változtatott egyébként Ludwig Zsolt, hiszen a pályán Luther Liza Kriegel Évi helyett. Közben megérkezett az első játszma statisztikája is. És hát ezúttal a számok nem hazudnak, hiszen ekkora különbségnél egyértelműen mutatkozik a statisztikában is. És ugyanúgy kezd a Svehát, mint az előző játszmában. Keményen, mindjárt az elején el akarják dönteni a játszma sorsát. Megmutatják nekünk az erejüket, és nem akarja a vendégcsapat, hogy elhiggye a gödöllő, hogy van keresni valója a mérkőzésen, de nekünk nem szabad elhinni, hogy nincs.
3-1. Na. Most előbb megszerezzük az első pontunkat, mint az első játszmában. Ez pontra kell váltani mindenképp. Nem sikerül. Négy egynél szerválhat a Svehát. A hálóban a labda. 4-2 ezzel a Gödöllőnek. Egy picit szorosabban kezdődik tehát a második játékrész. Aki Szilvi mehet szerválni. Aki mindösszesen kettőt szerválhatott az első szedben, de egyiket sem rontotta el. Szép ütembe ugrik Csengeri, és már is mehet készülni az ütésre, de lepörög a labda német Zsuzsi elé. Eljjel egy pici figyelmetlenség, hogyha labdát nem tudtunk megjátszani. És Ludwig most már kiereszti a hangját. Öt kettőre vezet a Svehát. Lépó fogadása szép. Out. Sajnos out. 6-2. Hát kezd hasonlítani az eredmény az első játszmájéhoz. Egyszerűen nem találjuk az ellenszerét a Svehátnak. A blokkjaik egyszerűen fantasztikusak, szépek, összeállnak, agresszívan, ráborítanak. És 7-2-nél csupán egy pontra a technikai időtől kénytelen kikérni Ludwig Zsolt az idejét, meg tudom érteni, hiszen nem várhatott tovább. Most, ha visszamegyünk és sikerül lendületbe jönni, sikerül egy-két pontot szerezni, akkor utána az se baj, hogyha hamarosan elérkezik a technikai idő. Ha pedig a Svehát szerez pontot, akkor ismét meg kell, hogy törjön a lendületük, hiszen jöhet az egyperces pihenő. Vendégoldalon csend és béke honol. Nagyon nyugodtan, ahogy a játékvezető is. Végtelenül nyugodtan szemléli az eseményeket. A gödöllői szurkolók, edző kollégák pedig picit csóválják a fejüket, elégedetlenek a látottakkal, amit abszolút meg tudok érteni. Hiszen ennél azért tud jobban játszani a gödöllői csapat. Így, valahogy így, a két Petra, ha összeáll, és szépen átteszik a kezüket, akkor nem jöhet át labda a mi térfelünkre. Egy nagyon szép blokkal 7-3-ra zárkózunk. Így kellene ezt folytatni. Csengeri szerválhat. Szépen füleljük ezt le. Bravo Liza, szép volt. Ez is megvan, jaj de kár érte, nem baj, szépen küzdöttünk. Ez most dicséretes 8-3. Egyel közelebb vagyunk, mint az első játszmában. Valahogy váltanunk kellene, valami olyat kellene előhúzni, amire nem számítanak, de hát nagyon nehéz, hiszen a játék minden elemében felkészült ez a vendégcsapat, és jól teszik a dolgukat. Habár nyitás fogadásban, habár, hát 50%-kal fogad Sándor Renáta, Rádosova 67%-kal, Simics pedig 75%-kal, hát ezen elégedetlenkedek én. Mikor nálunk van egy 100%-os fogadó is, Németh Zsuzsa, igen ám, csak hogy ő mindösszesen egyet fogadott, az tökéletes volt. Viszont Szakmári Gréti 70% és Lékó Lilla 58%, tehát a nyitás fogadásunkkal nincs probléma. Tehát úgy látom, hogy egy játszma alapján a nyitás fogadásunk nem az a játékelem, amin elment a mérkőzés, sokkal inkább a támadás, hiszen mindösszesen
Közben nézzük végig ezt a labdamenetet, mert fontos lehet. Igen, erre akartam utalni, hogy mindösszesen 26%-os hatékonysággal támadtak a gödöllőiek. 26, ugye nem kell lefordítanom, minden negyedik labdát sikerül csak beütni. Igen, ez most sikerült. Talán ez volt a negyedik. Csengeri 33-mal a legjobban támadó volt az első játszmában. Mellette 20, 22, 20, 17 százalék. És Krieger Zsófi, aki a játszma végén jött be és egyetlen egyet támadott. Természetesen ő 100%-os, de hát ez egy nem olyan adat, amire alapozni lehet, hiszen egy támadásról van szó. Nagyon szépen jöttek vissza az osztrákok. Ami szép, az szép. Szépen, lendületesen, dinamikusan érkezett hatos helyről. Most Veháti négyes ütő és pontra váltotta az akciót. Itt pedig Krieger Zsófi ismét a pályán. Sándor szervál. Németh Zsuzsi. Csengeri egy ejtéssel, nagyon gyenge volt. Micsodát mezőnyözött Krieger. Majd még egyszer. Feladás, Németh Zsuzsi megpróbálja elpörgetni, ez is megvan. Luther egyből visszateszi, fogják a vendége. Na, kellene nyernünk egy hosszú labda menetet. Meg lehet még. Németh helyből. Honnan jönnek vissza? Hátulról elrontják! Na! Ahogy az első játszmában, ezúttal is nyerünk egy szép, hosszú labdamenetet. 10-5-re zárkózunk ezzel föl. Hát, ha ezt annak lehet nevezni. Széles Petra próbálkozhat. Jó a szervája, nehezen jönnek belőle vissza a szlovákok. Osztrákok. Csak Rádosova volt ott elől, aki egy szlovák játékos. Ismét gödöllői pont. 10-6 most már. Széles Petra. Neki sincs még szerva rontása. Remélem nem kiabálom el. Ajjajaj. Hát megígérem, hogy többet ilyet nem mondok. Elrontotta Petra, 11-6 ezzel. Valahogy nem érzem a tüzet ezúttal a gödöllői lányokban. Mint hogyha előre elkönyvelték volna ezt a vereséget. És megnyugtatja őket az a tény, hogy papíron az ellenfél az erősebb, nem nekik kell itt most nyerni. De hát ez pont, hogy nyugtatólag kellene, hogy hasson, és felszabadultan játszhatna a gödöllői hatos. Egyelőre inkább görcsös támadások, valami ilyesmi, amik pattannak vissza az osztrák sáncról. Mint hogyha egy falat felhúztak volna oda a svehátiak. Liku átpördül, és nem tudják átütni ezúttal. Milyen kapont? Ezt sem mi szereztük, hanem a osztrákok rontották el. Ez a fő baj jelenleg, tehát ez egy olyan mutató a röplabdázásban, ami eléggé meghatározza egy mérkőzésnek a végét, hogy melyik csapat tud több saját pontot szerezni. A teniszben ezt úgy hívják, hogy nyerő ütés, és ennek a mérlegnek a másik oldalán pedig ott van a ki nem kényszerített hiba. Azt minél inkább minimalizálni kell, és hát törekedni kell arra, hogy minél több saját pontot gyártson egy-egy csapat. 13-7-nél jöhetnek az osztrákok. Németh Zsuzsi fogad, Hakl Szilvi szűken kapta a labdát, de meg tudta oldani. Lékó kezeli le ezt.
Csengeri magasan, megpattan a blokkról. Egy gyors visszatámadás után megszületik a 14. vendégpont. Nagyon nyugodtan, higgadtan csinálják a vendégek. Sajnos valóban egy percre nem engedik, hogy a gödöllőben gyökeret ereszen az az érzés, hogy van keresni valójuk ezen a mérkőzésen. Lékó Lilla kapkodta most ezt el. Ezzel 15-7-re módosul az állás. És lassan-lassan a második játszma is kicsúszik a gödöllőiek kezéből. Németh szépen hozta ezt vissza. Csengeri végre, ellentmondás nem tűrően fölugrott, és beütötte a sáncoló kezek között. Na, ezek szerint van rés a pajzson, csak meg kellene találni minél többször, lányok. Németh hosszú szervája visszajön. Kezdhetjük a támadást, Csengeri. Hát igen, azért jól bánnak Csengerivel a vendégek. Egyet üt, utána gyorsan betakarják kétszer, hogy nehogy nagyon lendületbe jöjjön. Az első játszmában egyébként ugye Csengeri 3 támadást rontott el a 12-ből, 4-et váltott pontra, ez 33%. Tehát 33%, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden harmadik akcióját váltotta pontra, és 3-szor blokkolták. Bocsánat, 2-szor blokkolták, ha jól emlékszem, hiszen egy autót ütött. És blokkból nem szereztünk pontot. Egyetlen pontot szereztünk az első játszmában. Az a Széles Petra, Csengeri Petra blokk volt, amit Széles Petra neve mellé könyvelt el a statisztikus, aki egyébként nagy kornél a gödöllői mérkőzéseken. Szóval ez nagyon kevés. Igaz, a vendégeknél is csak 2 volt az első játszmában, de a másodikban már most megduplázták ezt. És nincs még. Tessék, itt egy újabb blokk. 17-8 ezzel. Folytathatja Rádosová szervák sorát. Elrontja! Na, végre rontanak. Talán az első játszmában, pillanatra ránézek itt a statisztikára, nem rontottak szervát. Igaz, a gödöllő sem. Épp itt volt az ideje, hogy rontsanak. Gödöllői oldalon 1 ász, a vendégeknél 2 volt az első játékrészben. Ezzel nem is kellett más csinálni, Csengeri szépen visszaütötte. Megszerezve a 10. pontunkat, 17-10 tehát. Kijövünk a 10-ből. Emeli, Németh Zsuzsi csak alkarral tudja áttenni. Gyorsan középről jönnek vissza, megszerezzük. Liza higgadtan, és Krieger Zsófi. Zsófi nagyon szépen dolgozik ezúttal is. És még egy közepesen hosszú labdamenetet sikerül nyerni. Picit talán elaludtak most a vendégek. Megnyugtató előnyükkel. Széles nyúlt vissza a blokkból, Németh Zsuzsi. Nem tudjuk befejezni, az egy szűk labda, rá lehet sáncolni. És még alkarra kényszerülünk áttenni, hát ezek meg fogják bosszulni magukat. Ezúttal a bosszúálló Sándor Renáta volt. 18-11. 7 pontos különbséggel érkezik a végjátékhoz a vendégcsapat.
amikor érkezik 16-ossal Srna Markovic, aki egy 96-os születésű játékos, összesen 16 esztendős, egy szép felugrásos szerva, utána gödöllőiek visszatámadnak, és az üresen tátongó hosszú oldalra elüti a labdát Krieger Zsófi. Luther helyett pedig érkezik az első sorba, bocsánat, a hátsó sorba, Kriege Lévi egy jó szervával. Ez viszont kint van. 18-13. Még a végén szorossá tesszük itt ezt a játszmát. Nem lenne baj. Az első játszmában 14-ig jutottunk, és kiütöttük a partizánjukat. Egy olyan kidobós jelenet volt ez. 18-14. És nincs meg, jaj de kár, pedig Lilla szépen szelidítette meg, csak utána már nem tudták kontrollálni a társak a meredek szögben pattanó labdát. 19-14, tehát már most elértük azt a pontszámot, amit az előző játszmában összesen. Úgyhogy lehetne egy picit támadni, ez a hálóról pattam vissza. Kicsit szűk volt a labda Évitől, Széles Petra nem tudott vele mit kezdeni. 20-14, 5 pontra a 2-0-tól a svehát, amikor Ludwig Zsolt időt kér. Most azért lehetne egy picit faragni még ezen a különbségen, és azért oda lehetne érni 18-19 környékére. Az már nem olyan csúnya, hiszen most már tulajdonképpen csak a kozmetikázásra futja az erőnkből, bárcsak többre is futná. Az osztrákok továbbra is nyugodtan, hát azt nem mondom, hogy fél gőzzel, de viszonylag könnyedén játszanak. 20-14, mutatja ezt az eredmény is. Német Zsuzsi hálóban. Az ütés után tovább lendült a karja, és hozzáért a szintszalaghoz, ehhez a 5 centi sávhoz, amit a háló tetején tetszenek látni. Na, ehhez nem szabad hozzáérni. Lékogozza, mi is 6-osról támadunk vissza. Német Zsuzsi lepörgeti, alácsúsztatta a kezét, nem. Jól van, én is úgy éreztem, hogy ez a labda lent volt, lehet, hogy a kezéhez is hozzáért, de a talajra leért, akkor onnantól kezdve nincs mese, vége a labdamenetnek. 21-15, Krieger Zsófi szerválhat. Hát ne is beszéljünk erről, 22-15. Lékó fogja, Német Zsuzsi kipattan a védekező játékos alkarjáról, 22-16. Na, ez már kettővel több, mint az előbb, és még lehet ezen picit dolgozni. Széles szerváját fogják, centerből jönnek vissza, nagyon eredményesek ott a vendégek. Ráadásul az, aki ott aktívan támadgat osztrák oldalon. Német nem ér hozzá a blokk. 24-16, ezzel játszma labdához jut a vendég együttes. Ludwig Zsolt egy cserével próbál még időt nyerni, mondhatnám időt húzni.
picit felrázni a csapatát. Szóval 16-nál tehát 9 játszma labdája van a vendégeknek. Német visszatámadhatnak ebből, be is ütik. Mennyire könnyedén. 25-16. 2-0 svehátnak. Élmény egyébként őket nézni, akkor, amikor picit úgy rákapcsolnak, és ilyen szép, dinamikus megoldásokat választanak, akkor nagyon jó látni a sveháti csapat játékát. És gödöllői oldalról ez sajnos ma hiányzik. Hiányzik, pedig tudják a lányok, meg tudják csinálni, hiszen már két mérkőzést nyertek idén, és nem pofozógépek, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. Minden mérkőzésen szinte partiban vannak, és nem lehet azt mondani, hogy abszolút lefutott, és minden meccs 3-0 az ellenfél javára, hiszen játszmákat nyertünk, és még egyszer mondom, mérkőzést. Jelenleg egyébként a tabella élén épp a kékben látható sveháciak állnak, akik 9 mérkőzést nyertek, és mindösszesen egyszer szenvedtek vereséget. Őket követi a Slavia Bratislava, majd a Kamnik csapata. Pontosan nem tudom ennek a kiejtését, de jövő héten majd megtanuljuk, hiszen akkor játszanak itt. Ászta minden itt, de szépen finoman letette oda maga mögé a osztrák feladó. Nagyon szép volt. A gödöllői csapat pedig a 8. helyen áll, 2-7. A győzelem vereség mutatója, és a Linz áll előttünk 2-8-al, tehát őket akár be lehet fogni. Egy ponttal vannak csupán előttünk, mögöttünk pedig a Split. Úgyhogy föl lehet zárkozni a 7., akár még a 6. hely sem elveszett, még az is elérhető. Utána már azért az első 5 viszonylag messzebb van a tabellán, de amennyiben szeretnének bővebb információkat erről, látogassanak föl gödöllői csapat honlapjára, ami a www.grcvolley.hu webcím alatt található, és ott minden információt megtalálnak, és közvetlenül át tudnak navigálni a Nevza oldalára is, ahol a közép-európai ligával kapcsolatos mindenféle adatot, tabellát, mérkőzés eredményt megtalálnak. Például azt is, hogy az osztrákok az elsők a tabellán, és ezt a játékkal is abszolút nyomatékosan a tudtunkra adják. Három-kettő. Szorosan kezdődik egyébként a játszma, és még az is behullott volna. Ez viszont bent is van. Nincs bent. Na. Kiütötték. 3-3. Talán a vendégek egy picit visszavettek az egyébként sem túl nagy tempójukból, mondván, hogy 2-0 után már nagy baj nem érheti őket. És a mérkőzés folyamán először, ha jól emlékszem, vezet a gödöllői csapat 4-3-ra a harmadik játszmában. Na, kellene a lendület, mosolygósan Krieger Zsófi ott elől a két Petrával, és német Zsuzsi Szervál. Sánc, lányok, de megvan hátul Lékótól, ezt is beütjük, 5-3. Jó van, Zsófi, szépen viszed a csapatot előre. Mindig egy üde szín volt, amikor Zsófi beáll egyébként, és tud valami újat, valami mást hozni.
Reméljük ezúttal átragad a többiekre, és azért egy játszmát itt lehetne csípni, hogyha felébrednénk. Áj, persze nem így. Megvolt ez a labda, aztán utolsó pillanatban megállította a karját Léko. Közben itt a második. Nézzük, várjuk ezt meg, mi sül ki belőle. Hát egyelőre nem túl sok jó. Ó, öngol. Hát itt most sajnos visszanyalt a Fagyi. Osztrák oldalról, sajnos. Nekünk hál' Istennek, hiszen 6-4-re vezetünk. Érkezik előre Széles Petra, mellette Kriegel és Csengeri. Valamit mondtam önöknek az előző játszmában, hogy a blokk pontjaik számát véleményem szerint megduplázták a vendégek. Be kellett volna ezt fejezni. Jaj, de kár érte, de így is jó. Hopp, hopp, még ezt is visszahozták. Csengeri, ászta mindenit. Micsoda blokk. Itt volt a labda pedig már nálunk. Kétszer a kezünkben volt a lehetőség. Honnan álltak föl a vendégek? Nagyon szépen csinálták. Szóval a második játszmában a vendégek az első szett utáni kettő pontjukat, amit blokkból szereztek, 9-ig növelték. Ez azt jelenti, hogy 7-szer voltak eredményesek ebben a játékelemben a második játszmában. Míg Gödöllői oldalon az első és a második szettben is egyetlen blokkpontocska árválkodik. És a szervarontások száma is nő most már. Egyébként abban eddig döntetlen, az első játszmában 0, a másodikban 2 mindkét oldalon. De a legfőbb mutató, ami eldönti ezt a mérkőzést a vendégek javára, az az ütés, a támadás hatékonysága. Ez, hogy mi átütjük, de nincs belőle pont. Jó, most ők is áttették, hiszen bajba voltak. Nézzük. Ismét támadunk, nincs belőle pont, tehát 2 támadásunk volt már. 3 támadásunk, és a harmadikat pontra váltjuk. Ha ez végig így menne, 33% körül jönne ki az arány. Viszont az első két játszma Csicre 26%-os hatékonyságot hozott Gödöllői oldalon. Még a vendégeknél ez dupla. 43% két játszma után. Az elsőben 54, a másodikban 32, egy picit visszaestek, de megtehették, hiszen megvolt az előnyük. És sokkal többet rontottunk a második játszmában. Azok a bizonyos ki nem kényszerített hibák megnőttek Gödöllői oldalon. Közben elveszek a számok tengerében, de kármást említenem önöknek, hiszen ez a legmarkánsabb különbség a két csapat között. Még azt mondom, hogy nyitásfogadásban mi vagyunk a jobbak. De hiába, hogyha a jó nyitásfogadásból sem tudunk olyan hatékonyan támadni, mint az osztrákok a rosszból. A Zsófi szervája után jöhetnek a vendégek. Luther készít elő egy picit szűken. Azt a micsoda reflexer ért oda le Zsófi, de a kezéről már irányítatlanul pattan tovább a labda. 8-7-re zárkózik ezzel a vendégcsapat, de még vezetünk. Visszapattan. Luther, Németh a szélén. Ismét egy blokk. Az a bizonyos blokk. Ezzel tovább rontottuk a ütés hatékonyságunkat, sajnos. Ez a nap valahogy nem a miénk. Reméljük, hogy a jövő héten a Kamnyik ellen több keresni valónk lesz. Csengeri, na erről beszélek. Ez
hogyha így játszanak, ilyen dinamikusan csinálják a támadásokat, akkor nem lehet probléma. Mert akkor ki lehet kapni 3-0-ra, de ebből nagyon keveset láttunk ezen a mai mérkőzésen. Az ilyen igazán jó dinamikus ütésekből és ezekből a jó szervákból, kár, hogy egy picit kicsúszott. A 9-9, hát ha így ránézünk az eredményre, akkor szorosnak tűnik, de a játék képe alapján egyértelmű a vendégek fölénye. Na, Liza! Nem sikerült odaérni. 10-9, 10-nél tehát átvették a vezetést a vendégek. Mondhatni visszavették, hiszen végig ők domináltak a mérkőzés folyamán. Ez a nyitásfogadása rossz. 11-9 ezzel. És érkezni fog Ludvig oldalon majd. Vélhetően valaki, hiszen Ludvig Zsolt hátra szólt a cseréknek, hogy mozogjanak, készülődjenek. Csengeri! Megpattan a blokkról, nem éri el Csengeri. 12-9. Dödölői időkérés. Még egy pici lelket próbál talán verni tanítványaiba Ludvig Zsolt. Hát, ha sikerül erőlködésre kényszeríteni a vendégeket, akik sajnos tényleg játszik könnyedséggel jutottak el 2-0-ig. Nagy Kornél a képen a statisztikus, akinek az adatait olvasgatom itt önöknek. De itt fönt van minden a táblán, 2-0, és ez a legfontosabb statisztikai mutató. Minden más csak kiegészítés. És persze a 12-9, ez sem egy elhanyagolható tény itt a harmadik játszmában. A gödöllői csapat hát valószínűleg nem ma fogja megszerezni a következő győzelmét. Ezután az ász után pláne következtethetünk erre. És most érkezik Gödöllői oldalon Hak Szilvia helyére Hegedűs Anna, akit a szezon közben igazolt a Gödöllői Röplabda Klub a Budai 11 csapatától. Igaz, vele korábban már született egy megegyezés, hogy ide fog igazolni, de bizonyos okok miatt erre csak a szezon közben kerülhetett sor, beesik! Szépen kicentiszte! És beesett a ficakba. Legalábbis a fociban ezt mondanánk. 14-9, 5 pontos különbség azután, hogy 8-7-re vezetett a Gödöllő. Ez egy gyámoltalan próbálkozás volt. Na most, hogy elmondtam önöknek Hegedűs Anna történetét, aki a Budai 11-ből érkezett hozzánk a szezon közben, szeretném azt is elmondani, hogy Merkózki Tünde állt be, nem pedig Anna. Egy picit mellé néztem, 8-assal, tehát Merkózki Tünde a pályán. Itt pedig Ludvig Zsolt a képen. ...15-9-es vendégvezetésnél kért időt Ludvig Zsolt, ismét egy ponttal a technikai szünet előtt. Ami reméljük minél később érkezik el. Uter! Németet nagyon szépen megtartják. És jöhet az a bizonyos technikai idő. És hát annak ellenére, hogy szorosan kezdődött
kezdődött a játszma, 9-9 is volt. A második technikai időnél 16-9-re vezetnek a listavezető osztrákok. Az előző játszmában 16-8, az azt megelőzőben pedig 16-9 állt az eredményjelzőn a technikai időnél. Ezúttal is 9 a gödöllői csapat pontjainak száma. Ez nem a mi mérkőzésünk, de nem a Svehát ellen kell győzni, még egyszer hangsúlyozom önöknek, kedves nézők, ne gondolják azt, hogy a gödöllői csapat nem idevaló ebbe a bajnokságban, nagyon is idevaló, hiszen a lista vezető jelenleg a vendégünk, akik nagyon szépen, magabiztosan a tudtunkra adják, hogy ők bizony meg akarják nyerni a Közép-Európai Ligát. Nekünk pedig az a célunk, hogy megnyerjük a magyar bajnokságot, amire minden esélye megvan idén a gödöllőnek. Azzal, hogy ebben az erősebb közép-európai bajnokságban edződik évközben, óriási lépés előnyre tehet szert a magyar csapatokkal szemben. Németh Zsuzsi volt ellenállhatatlan, és beütötte keresztbe ezt a labdát. 16-11 ezzel, amikor Luther Liza szerválhat. Sándor Renit nyitja. Áj, de kár, nem értették meg egymást. Igen, a második labda a fejladójé, tehát Lizájé, de szembe volt vele Németh Zsuzsi, egymásra néztek. Aztán végül is nem értették meg egymást. 17-11, sokkal bosszúsabb lenne egy ilyen labdamenetnél Ludwig Zsolt, hogyha nem ez állna az eredmény jelzőn. Szép! Merkowski kap jó labdát, és be is üti. Ez az, lányok. Kipattan a szerva fogadás messzire. 17-13. Na! Lehet, hogy ez is szoros lesz ilyenkor. Mindig felcsillan a remény, amikor 5 ponton belülre kerülünk. És közben egy labda gurul be a pályára. Amint mondtam, a Gödöllői Röplabda Klub kezdő csoportjának tagjai hát próbálkoznak megbirkózni a labdaszedés kihívásaival. Nem feltétlen sikerül zökkenőmentesen. Németh, jó a szervája, ezúttal a gödöllői blokk is összeáll, egyszer, másodszorra már nem sikerült, szépen támadták be ott a labdát, 18-13 ezzel. Hozzák valahogy még a labdát. Csengeri helyett Szakmári kapja, aki visszatért a pontszerzők sorába. És Merkowski nyithat. Szép nyitás, de milyen jó. 18-15. És ő, mindjárt elmondom, mit szeretnék mondani, ő még nem rontott nyitást, nem kiabáltam el, most sem nyitást ront, hanem egy hátboxolt labdát nem tudott megfogni, egy meglepő támadási variációt húzott elő az osztrák feladó, hozzáteszem, nem sok választása volt,
csak átboxolni tudta. Ez meglepett minket. 19-15. Gréti beüti. Igen. Ezt tudjuk, csak az a baj jelenleg, hogy 4-ből egyszer, vagy maximum 5-ből kétszer tudjuk ezt az akciót. Míg a vendégek 5-ből tudják ezt 3-szor is. Vagy 4-szer. És ez jelentős különbség azért. De Krieger Évi megpróbálja ledolgozni ezt a 3 pontos különbséget, ami már így is fantasztikus. 2-re. Alkarral tesszük át. Ebből büntetni fognak a vendégek. Rádasova fejezte be az akciót ponttal. Nál vendégszerva. Vitásfogadás, jöhetnek vissza, nagyon gyorsan meg is teszik, amíg nem tud még rendeződni a gödöllői védősor. Ezzel 21-16, és nagyon úgy tűnik, hogy 3-0-ás vendéggyőzelemmel fog véget érni ez a mai találkozó, ami a lista vezető SVS Post Svehát és a Teva GRC gödöllő csapatai között zajlott itt a Közép-Európai Ligában. Tehát a mérkőzés egyértelmű esélyese, a kékben látható vendégcsapat. Ennek ellenére Szakmári még csavarint egyet oda a hátsó sarokba, megszerezve ezzel a 17. pontot. Tehát ismét egyel többet szerzünk, mint az előzőben. Szerva után. Ajjajajajaj, elpattant. 22-17. Na, talán most el lehetne érni 19-20-ig, hát ha sikerül egy picit még kozmetikázni az eredményen. Na, egy szép mozdulat. Német. Bocsánat, nem német. Hegedűs Anna. Betakarják. Na. Ő is megérkezett, tehát a történetét már elmeséltem. Egy visszacsere, mégpedig kettős. Tehát Hegedűs és Krieger jött le, és visszatért Hütter. És csak. 2 pontra a mérkőzés megnyerésétől a vendégek, akik ezzel tovább erősíthetik lista vezető pozíciójukat a tabellán. És már csak egy egység hiányzik. A gödöllői csapat ma nem úgy játszott, ahogy tud. Egy picit enerváltak voltak a lányok, egy picit nehézkesek. Időnként megvillantak és voltak szép, szemedgyönyörködtető megoldások, de összességében a vendégek magabiztosan és megérdemelten nyerik meg a mérkőzést. Kivártam a labdamenet végét. Nem sokat kockáztattam azzal, hogy belekezdtem az értékelésbe már az elején. És igazság szerint azt kell, hogy mondjam, hogy végig domináltak a vendégek, és esélyünk sem volt ma a győzelemre. Persze mindent megpróbáltunk és igyekeztünk, de a mai mérkőzés egyértelmű győztese az a jobb oldalon kékben látható SVS Post Svehát csapata. A mérkőzés végeredménye tehát Teva Gödöllői Röplabda Klub SVS Post Svehát 0-3. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Várjuk Önöket a helyszínen, a Szent István Egyetem sportcsarnokában. Az információkat a www.grcvolley.hu oldalon megtalálják. A közvetítésünket pedig megnézhetik a Regio Plus
Televízió internetes oldalán is. Egy kis köszönet a maroknyi gödöllői seregnek. Jár nekik, hiszen végig biztatták a csapatot. Hát nagyon jó lenne, hogyha 10-szer, 15-ször ennyien lennének. Az lenne az igazi. És itt láthatók a képen a Gödöllői Röplabda Klub kezdő röplabdás palántái, akik idén első alkalommal veselkedtek neki a labdaszedés fortéjainak, amit hellyel közzel sikerült megoldani, de nem zökkenőmentesen. Köszönöm szépen a figyelmüket a Régió Plus televízióban, Szabados Istvánt hallották.